tanórát is itt nekünk, és már szólítom a mai nap utolsó fellépőjét, legalábbis ami a második Batthyány virágfesztet illeti. Nyugodtan gyertek előrébb, a Pozitív Dance Tánc Akadémia táncosai érkeznek meg hozzánk. Úgy látom, egy vegyes társulatról van szó. Fiatalok, idősebbek is vannak köztünk. Tánciskolájuk immáron a 45. tanévét kezdi idén szeptemberben. Persze lehet nekik is tapsolni, hogyne. A Pozitív Tánc Centrum Táncművészeti Egyesület néven 2014-től működnek. A tánciskolában 7 éves kortól 18 éves korig tanulhatnak modern showtáncot a kicsik és a nagyok. Szeptembertől a haladó csoportok mellett elindultak a kezdő fit dance csoportjaik is, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A felnőtt hölgyek és urak a fit dance óráinkon kívül társas tánc és modern latin tánc órákon vehetnek még részt egészen 65 éves korig. És hogyha valaki már 66 éves, akkor mutatjátok az ajtót neki? Ugye nem, jól van. Én még nem vagyok 66, azért még van pár évem addig, de lehet, hogy majd csatlakozom egyszer hozzátok. Művészeti vezetőjük Szakmári Ágnes, táncpedagógus, edző, versenybíró. Hűha, táncpedagógusai pedig Szanyi Kriszta és Barta Napsugár. Jól mondom? Jól mondom. Oké, meg is tapsolták magukat, hogy ez a konferenci, ez jól el tudtam mondani ezt a szöveget, amit megkapott. És hát arra biztatom a közönséget, hogy ne menjen sehova, amit véget ér a produkció, mert hogy én úgy tudom, hogy ti majd meg is fogjátok táncoltatni a közönséget, így van? A túlsó végén, oké, jól van, úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy majd tapsolja meg őket nagy tapsal, mert biztos fantasztikus produkcióval készültek, és utána akár át is vonulhatunk majd az utca másik végébe, ahol egy nagy közös táncra kérünk majd mindenkit, természetesen csak az csatlakozik, akinek van kedve hozzá, mert hogy nincsen karneváli fiaszta tánc nélkül. Köszöntöm még egyszer a Pozitív Dance Tánc Akadémiát a színpadon, át is adom nektek a teret, és akkor hajrá! A tapsot azért most is várjuk. What's up? 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 What's